A forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának emlékére a Vörösmarty művelődési ház előterében nyílt kiállítás fogadta az ünneplőket. A posztamenseken az események Bonyhádi vonatkozású dokumentumaiból nyerhettek betekintést az érdeklődők. Az ünnepi beszédet idén Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője mondta, aki személyes családi érintettségéről is szót ejtett a megemlékezés kapcsán. És az évekig húzódó megtorlások, valamint a terror nehezen elviselhető fájdalmat jelentett nemzetünk számára. Kevés család maradt érintetlen. Az én nagyapámat is, aki a Nemzeti Tanács tagja volt, börtönre ítélték. Vele együtt 24 Bonyhádi Ágybíróság elé a forradalomban való tevőleges részvétele miatt. Azokat is az áldozatok közt kell számolnunk, akiknek menekülniük kellett, vagy akiknek a helyzete kilátástalan lett itthon. 200 ezeren menekültek nyugatra, fiatalok, értelmes, szorgalmas emberek, akik azóta is hiányoznak a hazának. Potápi Árpád János arra is kitért, hogy a magyar forradalmaknak, voltak azok bármely korban, céljai nem sokban tértek el egymástól, és amely célok ma is érvényesek. Ezekben a napokban, ezen a hétvégén, itt Magyarországon, a Kárpát-medence országaiban, a diaszpóra magyarságában mindenütt 56 hőseire emlékezünk, azokra a fiatalokra, akik halált megvető bátorsággal mentek neki a tankoknak, kezdtek egy szabadságharcot, egy forradalmat, egy világhatalom ellen, és nem törődtek a következményekkel. Akkor is ugyanaz volt a cél, ugyanaz volt a követelés, mint 1848-ban. Haladás, függetlenség és Magyarországnak a polgári átalakulása ma sem lehet számunkra más. A jövőnek a kérdése, ugyanezekért a célokért, békés eszközökkel nap mint nap dolgozva teszünk és küzdünk. A nemzetpolitikai államtitkár Maréter Pálnak a forradalom egyik vértanújának gondolatával is emlékezett. A magyarság nyugalmat, függetlenséget és szabadságot akart, és erre a hatalmak fegyverrel válaszoltak. A forradalom minden szervezkedés nélkül indult el, ezért érthetjük úgy, hogy a magyar néplélek megnyilvánulásának a pillanata is volt. Aki megismeri 56-ot, megismeri a magyarságot is. 1956 hősei függetlenségért, demokráciáért és emberségért harcoltak a forradalomban és a szabadságharcban. Amikor ma meg akarjuk védeni a felkelés becsületét, akkor önmérsékletre, határozott kiállásra és az igazságtalanok elítélésére van szükség. A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium diákjainak műsora színesítette a forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának megemlékezését.